Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városgondnokság udvarán, Molnár Pállal beszélgetünk, és a téli felkészülésről egy picit hihetetlenül hangzik, hiszen több mint 10 fok van itt november közepén. Nem emlékszem, hogy az utóbbi években beszéltünk volna még ilyen szép időben erről, hogy hogyan is készülnek a télre, úgyhogy egy picit még nagyon előtte vagyunk a kérdésnek, de gondolom attól függetlenül azért készülnek. Természetesen készülünk, de évek óta megfigyelhető az a tendencia, hogy a tél később köszön be, és sokkal tovább tart. Emlékezünk csak vissza, hogy néhány évvel ezelőtt volt, hogy a március 15-i ünnepséget térdig érő hóba lehetett koszorúzni. Pontosabban akkor a havat kellett eltakarítani. Hát ez évek óta megfigyelhető tendencia. Éppen ezért elhalasztottuk a gépszemléket is, ugyanis nem akartuk azt, hogy ügyeleti plusz pótdíjakat kelljen kifizetni a kollégáknak olyan el nem végzett munkáért, vagy egyáltalán olyan ügyeletért, amire egyelőre nincs szükség. Ezt mindig az időjáráshoz igazítjuk. Annak ellenére, hogy sok esetben hallja az ember a rádióba tájékoztatókat, hogy sok helyen már a téli hó eltakarítási és síkosságmentesítési ügyeleteket elindították. Mi nem így tettünk. Figyelve a meteorológiát, amennyiben erre szükség lesz, el fogjuk indítani a gépek. Egyébként föl vannak készítve, de magát a gépszemlét éppen azért nem tartottuk meg, mert úgy érzem, hogy akkor érdemes gépszemlét tartani, amikor is várható, hogy mivel lesznek ezek a gépek véve. Ez lehet, hogy 2 hét múlva lesz, az is lehet, hogy 1 hét múlva. Figyelve a meteorológiát azonban inkább azt mondhatom, hogy 1-2 hetet még biztos ilyen jobb időbe fogunk eltölteni. A jobb időt alatt azt értem, hogy hómentes és különösebben fagyos időszakok nélkül tudjuk eltölteni. Itt tegnap, amikor beszéltük a riportot, egyeztettük, akkor mondta, hogy nézték a hosszú távú előrejelzést. Tehát az igazi nagy tél és hó az január körülre várható. Így van, tehát több előrejelzést figyelünk, de igazából a januártól kezdődik majd az igazi tél. El kell, hogy szomorítsam azokat a kedves helyi lakosokat, televíziónézőket, akik fehér karácsonyra várnak, hogy az előrejelzések szerint most sem lesz fehér karácsony. Hát ez egy nem jó hír, de az önök szempontjából azt hiszem azért jó hír, hogyha mondjuk a hosszú távú előjelzés azt jelzi, hogy 10 napon belül most ez a hihetetlen, hogy mondjuk 20 fokot ülne az időjárás, tehát ilyen -5-6 fok lenne, akkor gondolom, hogy rögtön összeállna a hóügyelet, és akkor tudnának indulni. Természetesen akkor fogjuk összeállítani, de éppen azért, hogy a legjobb műszaki állapotban legyenek a gépek, akkor tartjuk meg a műszaki szemlét, ugyanis van, hogy ezek a gépek, ugyanis sok idős gép is van közte, akár állásban is képesek elromlani. Amikor szükség lesz rá, akkor megtartjuk ezt az ügyeletet, és akkor egy működő gépparkkal tudunk neki menni a hóeltakarításnak és a síkosságmentesítési időszaknak. Milyen gépparkja van az Városgondnokságnak? Sikerült-e újat beszerezni, hiszen beszéltünk arról korábban, hogy szeretnének a régieket esetleg újabbra cserélni? Sajnos új gépeket nem tudtunk beszerezni pályázat hiány, nem írt ki a kormányzat erre semmilyen, vagy a minisztériumok sem írtak ki erre pályázati forrást. Többször kértük, már jeleztük is konferenciákon, megbeszéléseken, tájékoztatókon, hogy ez a önkormányzati munkának egy olyan szegmense, amelyre új gépeket nem lehet beszerezni. Nagyon drága gépekről van egyébként szó. A gépparkunk elég előregedett, de ahhoz képest, hogy öregek jó állapotban vannak, az elmúlt 5-6 évben jelentősen sikerült megerősíteni azt a gépparkot, amivel neki tudunk fogni a hóeltakarításnak és a síkosságmentesítésnek. Ezt egyébként a környező települések és a környező vállalkozók, üzletházak, üzletláncok is érzékelték. Több megkeresés van több multinacionális cég részéről is, hogy vállaljuk el ezt a munkát. Természetesen ezt mi akkor tudjuk csak vállalni, hogyha a város már rendbe lett téve. És hát gondolom, hogy ha szükséges, akkor a kézi munkaerő is ugyanúgy rendelkezésre fog állni majd a tél folyamán, ha tényleg igazándiból beszéltünk arról, hogy mínuszok vannak és 15-20 cent is hó. Az elmúlt hónapokban sikerült úgy pályáznunk, hogy december 31-ig jelentős létszámú közfoglalkoztatott van a Városgondnokság közfoglalkoztatotti létszámában. Ezek az emberek természetesen a megadott programokon kívül, hogyha szükséges, akár katasztrófa helyzetben, akár ha csak egy hóeltakarításról van szó, átirányíthatók és jelentős létszámmal tudunk neki indulni a hóeltakarításnak. Reméljük akkor, hogy minél később kerül erre sor. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!